Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ez itt az Enigma, a Fix Televízió geopolitikai magazinja. A 240 éves amerikai demokrácia történetének legalacsonyabb színvonalú elnökjelölti vitáját, választási anomáliák sokasága és egy soha nem látott szavazási hisztéria követte. Bár nem csupán a demokraták milliói, de a republikánusok többsége is elfogadja a választási eredményeket, az Egyesült Államok társadalma ketté szakadt. Miután több mint egy hete nem sikerült összeszámolni a szavazatokat, Trump elnök és családja, valamint kampány stábja és jogászai megtámadták a választást a legfelsőbb bíróságon. Hogy hogyan is alakul majd az elnökválasztás, és milyen erőviszonyok várhatók a kongresszusban, és mindez milyen kihatással lesz majd a szuperhatalom geopolitikai dinamikájára, arról beszélgetek ma Frank Tibor történész akadémikussal, az ELTE amerikanisztika tanszékének professzorával, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjával. Professzor úr, köszöntöm szépen, köszönöm, hogy bejelentkezik Skype-on, és köszöntöm a nézők előtt is itt az online térben. Köszönöm szépen a meghívásukat, örömmel vállalkoztam erre a szomorú hírnek a körbejárására, szomorú hír csokornak a körbejárására. Gondolom a szomorú elsősorban azt érti, hogy nem nagyon volt még erre példa, vagy példa nélkül áll ez a jelenleg, legalábbis innen Európában kaotikusnak tűnő helyzet az amerikai elnökválasztás kapcsán. Azért tartom ezt szomorúnak elsősorban, mert nem csak arról van szó, hogy az elnök nem akar leköszönni, hogy az elnök másképp képzeli el a saját jövőjét, mint az amerikai népnek a nagyobbik fele, hanem azért, mert ez a kettészakadás, amiről már a szerkesztő úr említést tett, ez nem most kezdődik, ez most tetőzik. Tehát ez már a Trump elnöki választásának az egyik oka volt, hogy egy olyan társadalmi, gazdasági helyzet alakult ki az évtizedek során, amelyben van egy magasan fejlett keleti és nyugati parti társadalom, nem mindenki tartozik bele, aki ott él, de mégiscsak az Atlanti-óceán, illetve a Csendes-óceán partján lévő nagyvárosoknak az értelmiségi és magasan kvalifikált vállalkozói rétege az ide tartozik, és a kettő között van egy nagyon nagy térség, akik figyelték a választási térképeket, azok emlékeztetnek rá, hogy nagyon pirossal van jelölve ugye a mindenkori republikánus állam, és az egész köztes terület, ez a közép Amerika, mondjuk így, jobb szó híján, ez nem csak piros, hanem egy meglehetősen alulképzett, meglehetősen még a régi farmervilágból itt maradt, vagy a munkásságnak egy alsóbb szintjéhez tartozó hatalmas tömeget képvisel, és ez a tömeg, ez leszakadt tulajdonképpen a partmenti sávokról. Társadalmilag, hát tanulmányait tekintve mindennek előtt. Ugye itt ezek az emberek döntő többségükben nem mennek egyetemre, de még néha középiskolába se. Nem tanultak a szó szoros értelmében megfelelő szinten, és ami szintén nagyon szomorú, hogy az ember nézi az amerikai televízióknak a hírműsorait, akkor nem lát ki Amerikából az, aki csak azt figyeli. Egyszerűen nem adódik lehetőség, hogy az Amerikán kívüli világot is ezek a televíziós műsorok, de még a nagy televíziós műsorok se, hogy nagyon bemutassák. Így tehát van egy tanulmányi leszakadás, van egy információs leszakadás, és természetesen van egy foglalkozásbeli jövedelmi leszakadás is, hiszen egész más dolog mondjuk a Harvard Egyetem professzorának lenni bevétel szempontjából, és nem tudom, Milwaukee-ban egy tejgazdaságban dolgozni.
Én nem becsülöm le természetesen egyiket se, vagy nem becsülöm túl egyiket se, de a kereset szempontjából ez nagyon megosztja. És az utolsó az amerikai társadalmat is, a szegények és gazdagok közötti rés vagy árok, ez olyan mértékben megnövekedett az elmúlt évtizedekben, hogy arról már jóval a Trump elnöki választása előtt sokat hallhattunk, sokat olvashattunk, ez foglalkoztatta Amerikát, természetesen ez igaz Európa nyugati felére, és már lassan a keleti felére is, hogy van egy gazdag, és van egy szegény Amerika, van egy gazdag, és van egy szegény Európa. És ez nagy mértékben megágyazott, ez a helyzet, ez a társadalmi gazdasági helyzet megágyazott a Trump elnöki választásának. Úgyhogy én válaszolni próbálván a kérdésre, azt gondolom, hogy nem, tehát nem most történik valami a társadalommal a Trump révén, hanem a Trump az eredménye az amerikai társadalom kettészakadásának. Na most a jelenlegi elnök Donald Trump részben legalábbis azzal a programjával került az elnöki székbe 4 évvel ezelőtt, hogy az amerikai munkásosztályon, az amerikai alsó középosztályon, az amerikai középosztályon fog segíteni. Az America's First jelszó az legalább annyira a detroiti autógyárak munkásának szólt, mint kifelé, mondjuk a NATO szövetségeseknek. A kérdésem az, hogy beváltotta-e az ez irányú ígéreteit, talpra tudta-e állítani a munkások millióit, biztos egzisztenciához tudta-e segíteni ezt a bizonyos detroiti autószerelőt mondjuk, vagy az alsó középosztályt az Egyesült Államokban is, és ők szavaztak erre most is? Nagyon nehéz persze általánosan beszélni a detroiti autószerelőről, mert a Trumpnak a mostani szavazói vagy választói is több mint 70 millióan vannak. Így van. Na most ez nem csupa detroiti autószerelő természetesen, és ennyi emberen ő nem is próbált segíteni, megpróbálta például visszahozni a nagy amerikai gyártó műhelyeket, gyárakat, vállalatokat, mert ezeket kiszervezték, mert jóval Trump előtt, ezt meg kell mondani, hogy nem az ő hibája, hogy ezek a gyártósorok vagy vállalkozói hát központok, ezek átkerültek Amerikából Kínába, Amerikából Mexikóba, Amerikából Indiába, egész egyszerűen azért, mert ott olcsóbb a munkaerő, és onnan visszahozni a készterméket, az egy sokkal jobb befektetés, mint Amerikában működtetni a gyárakat, ahol sokkal nagyobb a fizetés, tehát egy munkás Amerikában egy jól fizetett egzisztencia, egy munkás Amerikában nem csak sokat keres, hanem megfelelő biztosítása van, egészségbiztosítása is általában megvan, és ez az a kategória, amelyen az elnök ígérete szerint megpróbált ténylegesen segíteni, és hozott is vissza bizonyos gyártó egységeket innen-onnan, de messze nem eleget ahhoz, hogy a munkanélküliséget felszámolja, hogy a biztonságát ennek a munkásosztálynak megteremtse. Én csak azt szeretném mondani, hogy a második világháború után még jó ideig, az Amerika igazi fénykorában, a szuperhatalom létrejöttekor, egy amerikai termék az egy legjobb termék volt. Ha nem is volt gyönyörű, de nagyszerűen működött, akár egy cipőre gondolok, akár egy autóra gondolok, akár egy repülőgépre. Ezeknek a minősége, ezeknek a tartósága, ezeknek a eladhatósága, ez a világ élvonalába tartozott, és mindenki ezt csodálta az amerikai filmeken, amiket mi még gyerekkorunkban láthattunk, ahol hát az ember tényleg egészen elképedve nézte, hogy milyen más világ az az Amerika, mint amihez mi akkor itt Európában, és hát különösen persze Magyarországon szokva voltunk. Úgyhogy én egy mondattal felelvén a kérdésre, én azt gondolom, hogy ő próbált visszahozni munkahelyeket, de ez igazából ennyi embernek nem sikerült, és az, hogy ők mégis ragaszkodnak hozzá, az egy különleges
csoda és egy különleges adottsága az elnöknek, akinek van egy ilyen magnetikus vonzereje, teljesen függetlenül attól, hogy mit csinál, mit mond, valahogy a személyiség kisugároz egy hihetetlen erőt és magabiztosságot, saját magában is hisz, ez nagyon fontos, és egyszer s mind hisz abban, hogy Amerikát újra nagyjá tudja tenni. Ez volt a jelszó, amivel indult az egész négy éves ciklus, és most is nagyon sok a 70 milliós tömegből, nagyon sokan azért szeretnék, hogyha ő maradna az elnök, mert ő majd nagyjá teszi újból Amerikát. Igen. Hogy ez az én nézetem szerint nem is következhet be, mert átrendeződött a világ, egész más a hatalmi struktúra, közben megszűnt a Szovjetunió már, Kína fölemelkedett, van már egy brazil hatalom a térképen, Indiának 2050-re becslések szerint körülbelül 1,2 milliárd lakosa lesz, Kínának 1,5 milliárd lakosa lesz, ha hinni lehet ezeknek a előre jóslásoknak, de minden esetre ezek hatalmas államok, hatalmas gazdaságok, amelyek messze elhagyják a lélekszámot tekintve mindenképpen az Egyesült Államokat, ahol most e pillanatban 330 millió ember él, ezt pontos tudnunk, ez kevesebb, mint az Európai Unió, ahol még amikor Anglia is benne volt, akkor körülbelül 540 millióval számoltak, most ez annyival kevesebb, amennyit Anglia jelent, de még mindig a 400 milliós tömbnek a tetején helyezkedik el Európa, az Európai Unió. Tehát ha csak a lélekszámot nézzük, ami persze önmagában nem ad választ semmire, de mégiscsak mutatja, hogy a hatalmi tömbök, hogy hol és hogyan alakulnak ki a következő évtizedekben. És Amerika nem biztos, hogy meg tudja őrizni a több, mint katonai hatalom jellegét. Hát annál is inkább, mert hogyha a jelenlegi hivatalban lévő amerikai elnöknek az a véleménye, amit nemrég én magam hallottam egy televíziós közvetítésben, a hatalmi tömböket illetően jutott az eszembe, hogy Amerikának sok ellensége van, de mindezek közül a legveszélyesebb Európa és az Európai Unió, hát akkor azt hiszem, hogy nem biztos, hogy megfelelőképpen helyezi el magát a térképen ez a szuperhatalom. De visszatérve a választásokra és a választások éjszakájára, mindenképpen szokatlan, sőt egyedülállónak tekinthető, hogy Donald Trump már a személyes szavazatok összeszámlálása után, tehát a választások éjszakáján, illetve másnap hajnalban bejelentette a győzelmét, majd rögtön ezzel együtt csalást kiáltott, és elképesztő módon legitim és illegitim szavazatokról beszél. Tehát ez mi? Én ezt nem tudom máshogy értelmezni, mint az, hogy éppen a jelenlegi elnök tapossa lábbal a 240 éves amerikai demokráciát és a demokratikus intézményrendszert. Javítson ki a tévedet. Ez pontosan így van, és ezen nincs mit javítani. Azt tenném inkább hozzá, hogy ez az ő vélekedése a választásokról, ez nem a választások után közvetlenül alakult ki ő benne, hanem a választások előtt már hónapok óta mondja, hogy ez majd hamis választás lesz, hogy ez majd csalásokra fog épülni, hogy ez majd a legrosszabb eredményt produkálhatja az ő számára, és akkor mi lesz? Akkor ő majd tiltakozik, akkor ő majd jogi orvoslásért fordul, és hát nem csak a legfelsőbb bírósághoz, hanem különböző bíróságokon megpróbálja alá aknázni a választási eredményeket, és ezek most látjuk, hogy ezek kudarcosak már most is, és kudarcosabbak még lesznek, mert nincs igazán bizonyíték arra, hogy csalás történt volna. Ezt eddig senki sem tudta papíron bemutatni, hogy hol történt a csalás, és addig, amíg ez nem történik meg, és nem hiszem, hogy most már fog ez történni, addig bizony nem nagyon lehet elhinni azt, hogy a Biden alelnökből a csalással lett
az Egyesült Államok megválasztott elnöke, ahogy mondják, President Elect, ez az ő mostani funkciója, tehát majd január 20-án avatják be az elnöki tisztségbe. Mindezt tudjuk természetesen, és erre készültünk is, készülhettünk is, ebben a műsorban is foglalkoztunk ezzel a választások előtt, az amerikai választások előtt, hogy egyedi jelenséggel fogunk szemben állni, hiszen a levélszavazatok aránya minden korábbinál magasabb lesz. A levélszavazatok intézménye nem új jelenség egyébként, ez már korábban is létezett, de ez tudható volt, várható volt, hogy a pandémiára való tekintettel nagyon sokan levélben fognak szavazni, ráadásul a demokraták elnök jelöltje, Joe Biden erre is biztatta a szavazóit, mondván, hogy legyenek fegyelmezettek, ne tömörüljenek most személyesen a választási szavazóhelyiségekben, hanem lehetőleg levélben adják le a szavazataikat. Tehát ez is előre tudható volt már hónapokkal ezelőtt, hogy a levélszavazatok többsége demokrata szavazat lesz, és ilyen értelemben tulajdonképpen a Donald Trumpnak a reakciója egy előre megfontolt merényletnek is fölfogható a demokrácia ellen, hiszen azzal, hogy ő azt mondta, hogy most le kell állítani a szavazatszámlálásokat, mondta ezt november 3-án a szavazás éjszakáján, és a levélszavazatok azok illegitim szavazatok, érvénytelenek és csalások, ezzel természetesen az ellenfelét próbálta kiütni a nyerekből, de hát egyet nem lehet tenni. Na most, ha jól értem azt, amit professzor úr mond, az amerikai demokrácia erősebb annál, mint sem, hogy egy ilyen merénylet zátonyra tudná futtatni, és mivel nincsenek erős, sőt, semmifajta bizonyítékok arra, hogy valóban választási csalás történt volna, a bíróságok és a legfelső bíróság el fogják utasítani ezeket a kereseteket, és az elected president be is lesz majd diktatva, illetve hát ne siessünk ennyire előre, decemberben még ugye az elektori testületnek meg kell szavaznia, és hogyha minden annak is rendje és módja szerint történik, akkor januárban be is fogják iktatni. Elmondható el történelem során, hogy egyedi a 2020-as választás ebből a legitimációs anomália szempontjából is, vagy pedig volt-e már ilyen a történelemben, hogy valamelyik elnökjelölt gyakorlatilag a szavazatok összeszámlálása előtt és a végeredmény előtt már megpróbálta alásni az egész rendszert? Ilyen nem volt, de szeretném azt hozzátenni a nagyon jó összefoglaláshoz, hogy a járvány, a pandémia az nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy amúgy is megosztott amerikai társadalom további hát kettészakadást élt át, mert az elnök felhasználta a járványt arra, hogy egyfajta jelképet csináljon a maszkból. Ő maga nem hordott maszkot, tüntetően nem hordott maszkot, és arra biztatta nagyon felelőtlenül az Egyesült Államok lakosságát, hogy szintén ne hordjon maszkot, és ezzel teljesen egyedülálló módon avatkozott bele a járvány diadalába, mert hiszen a járvány az egész világon egyedülálló mennyiségű áldozatot szedett az Egyesült Államokban, bizonyos városokban fantasztikus pusztítást végzett, például New Yorkban, és több mint 200 ezer halott írható a számlájára, és ez nem akarom azt mondani természetesen, hogy mindez a maszk és az elnök kapcsolatának a különösségéből adódott, de bizony az elnök felhasználta a járványt a saját képére és hasonlatosságára, és ebből nagyon sok probléma adódott azután a választásokon. Azt javasolta a saját embereinek, ennek a bizonyos 70 millió fölötti szavazónak, hogy menjenek személyesen az urnákhoz, és ott szavazzanak, és a Biden alelnök, korábbi alelnök, ugye azért nevezzük így, mert Barack Obamának volt az alelnöke 8 éven át, ő meg ezt a levélszavazást javasolta, ami egy teljesen legitim, régóta bevált, többszörösen kipróbált módszer, ami azonban elnyújtja a szavazatok összeszámlálásának a folyamatát, és még most is tart bizonyos helyeken.
Nagyon nehéz ennyi szavazatot hitelesen, pontosan láthattunk olyan televíziós felvételeket, hogy hogy hányan ellenőrzik ezt a folyamatot, hogy tévé képernyőkre kivetítik, és ott is követni lehet, hogy mit csinál az a szavazatszámláló. Tehát ez nem egy magánügye egy szavazatszámlálónak, hogy ő milyen eredményre jut, hanem ez egy erősen kontrollált, sok évtizeddel kipróbált módszer, amely az most tetőzött, ami a számokat illeti, mert erre biztatta Biden az ő embereit, az is egy bő 75 körüli millió ember, vagy majdnem annyi, és ilyen tömegű levélszavazatok, érkeznek a levélszavazatok a katonáktól is, más földrészekről, a haditengerészet, tengerész gyalogosaitól, hajókról, szóval egész különleges feladói helyek vannak a levélszavazatok mögött, amire mindez befut, és mindezt összeszámolják, és megyénként is, nem csak államonként egy megnyugtató eredményre jutnak, az hát hetekig tart, és addig a dolog semmiképpen sincs befejezve egyik oldalról sem, ameddig az összes szavazat nincs összeszámolva. De mondom még egyszer csak röviden azt összefoglalóan, hogy a maszk, a járványnak ez a szomorú szimbóluma, amelyik világszerte jelképévé vált ennek a szörnyű betegségnek, azt a Trump a maga hasznára fordította, és képes volt egy saját betegséggel is dacolva, 3 napig kórházban volt, de utána rögtön kijött, és rögtön megint maszk nélkül igyekezett beszédeket mondani, néha 4-5-öt egy-egy államban, hogy meggyőzze a híveit, hogy ő az igazi elnök. A több helyen újra számlálják a szavazatokat az eredmény szorosságára való tekintettel, hogy kizárják a hiba lehetőséget. Az egyik szélsőséges eset Georgia állam, ahol a republikánus kormányzó kézi újra számolást rendelt el. Az egyik kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy volt-e példa már erre az amerikai történelemben, hogy ilyen sok helyen kellett újra számolni a szavazatokat. A másik pedig az, hogy ezzel kapcsolatban van-e esélye annak, hogy a republikánusok fordíthatnak, és hogy a végeredmény mégis Trump elnök javára fog billenni? Az én véleményem szerint erre semmilyen esély nincsen. A Biden-ra leadott szavazatok nyomán az elektori számok már jóval 300 fölött vannak, miközben ugye 270 elektori szavazatot kell szereznie az elnök jelöltnek. Ezt a Biden megtette, ez a matematikai fele a szóba jöhető szavazat, elektori szavazatoknak, ugye, mert annyi elektor van egy-egy államban, ahány kongresszusi képviselő, ez pontosan 438, ehhez hozzájön a 100 szenátor, az 538, tehát 538-nak a fele az, amelyiket meg kell szerezni, és a 270-nel megvan a fele. És most már sokkal több, mint a fele van meg a Biden oldalán, és ebben a dolog tulajdonképpen eldőlt. Lehet vitatni, hogy ez hol hibás. Nem hiszem azt, hogy ne követne el egy ilyen számláló a erőltetett menetben végzett munka során egy-egy hibát. Mindenhol van hiba is, egy hiba százalékkal számol a statisztika is mindig, de nem valószínű, hogy ezeknek a száma olyan óriási lenne, amiről a Trump propaganda beszél, ugye, hogy itt 10 000-es nagyságrendben, meg akár még nagyobb számban is lennének eltévesztett vagy hibás szavazatok, vagy hibásan számolt szavazatok. Ez ebben a nagyságrendben teljesen kizárt. Az, hogy vannak köztük hibák, azt bárki el tudja fogadni, azt hiszem, mert emberek csinálják ezt a munkát, és ezek az emberek, ezek tévedhetnek. De az, hogy ott csupa Biden ügynök ül, és
sutyiba összeszámol valamit, ami nincs is ott, és becsapja a világot azért, hogy ő Bidenja legyen az elnök. Ez nem Amerika. Amerikában az emberek döntő többsége tisztességes. Amerika egy tisztességes demokrácia. Ez akkor is igaz, hogyha Trump volt az elnök, és ő megpróbálta ezt fölülírni, ezt a képünket Amerikáról. De ez egyrészt nem sikerült, másrészt most ennek a korszaknak vége jön el, vagy már is eljött. Most még forma szerint ő az elnök január 20-áig, és addig nagyon is igyekszik ezt az időszakot a saját hasznára átszínezni. Nem fog sikerülni. Hát, hogyha már a számoknál tartottunk, akkor mondjuk el és rögzítsük, ezt fontos kimondani, hogy a legnagyobb volt a választási hajlandóság jelenleg az idei szavazáson az amerikai állampolgárokban, a választásra jogosult amerikai állampolgárokban. Ez sok mindent jelenthet, jelentheti többek között éppen azt, hogy változást, vagy a többség változást akart, és ezért ment el a szavazóurnákhoz, vagy ezért küldte el a szavazatát. Összesen több mint 150 millió szavazat érkezett be. Ennek a többségét közel 75 millió szavazatot Joe Bidenre adtak le, és több mint 70 millió szavazatot pedig a jelenlegi elnökre, Donald Trumpra, ami eléggé kiegyensúlyozott erőviszonyokat jelent, de mégiscsak tiszteletben kell tartani a minősített többségnek az akaratát, amely egyértelműen Bidenre érkezett. Ugyanakkor természetesen, és erről sokan meg szoktak feledkezni, nem csak elnökválasztás történt most, hanem a kongresszusi képviselőkre, tehát a képviselőházi képviselőkre és a szenátorokra is lehetett szavazni. Ez is érdekesen alakult, és arra kérem professzor urat, hogy egy kicsit elemezze nekünk ennek az eredménynek a hatásait, illetve az erőviszonyok alakulását az alsóházban és a felsőházban, tehát a képviselőházban és a szenátusban. Ott most hogyan alakulnak az erőviszonyok? Az erőviszonyok nagyjából változatlanul alakulnak, tehát vélhetően egy demokrata képviselőházzal és egy republikánus szenátussal fogunk találkozni a következő ciklusban. Ezek a ciklusok egy kicsit eltérnek az elnöki ciklustól, mert más a váltási időszaka egy szenátornak, mint mondjuk az elnöknek, de a lényegen ez nem változtat. Az amerikai demokrácia az a hatalmi ágak egyensúlyára épül. Ez azt jelenti, hogy van a törvényhozó hatalom, van ez a kongresszus, és a két háza, a képviselőház és a szenátus, van a végrehajtó hatalom, ez az elnök és a kormánya, és a hatalmas stábja, nem mindenki tudja talán, hogy a úgynevezett fehér ház az csak a rezidenciája igazából az elnöknek, és egy néhány munkaszoba is van ottan, de az igazi stáb az a Pennsylvania sugárúton dolgozik egy hatalmas irodaházban, vagy nem is egyben most már, és ennek a száma, az utolsó, amit én tudok, az 1400 ember volt, ezek mind szubtituló fehérház működnek. Tehát ez egy hatalmas apparátus, ez a végrehajtó hatalom, és hát persze minden minisztériumnak megvan a maga nagy stábja, és ez képezi a motort, amelyiket viszi előre az országot. És végül van az igazságszolgáltatás, amelyik, hát a legtetején van a legfelső bíróság, de hát a legkülönbözőbb szintű bíróságok tartoznak ide. És ez a három dolog, tehát a törvényhozás, a végrehajtó hatalom és az igazságszolgáltatás tökéletes egyensúlyban és teljes egymástól való függetlenségben kell, hogy működjék. Tehát semmiféle áthajlás, átnyúlás egyikből a másikba nem lehetséges. A szenátor nem mehet el a legfelső bírónak, a képviselőház tagja az nem lehet egyszerre miniszter is. Tehát nagyon majdnem hermetikusan elzárják ezeket az ágak, hatalmi ágaknak hívják ezeket a
területeket, ezeket egymástól nagyon szépen függetlennek tartják, és ezért olyan nagy fontossága van annak, hogy ezek egy bizonyos egyensúlyt képezzenek. Tehát nem lenne jó az, hogyha a két háza a kongresszusnak is demokratákból állna többségükben, és az elnök is demokrata lenne, mert akkor egy fölborulna, vagy megborulna ez az egyensúly, és túlzottan a demokraták javára kapnának hatalmat a politikai erők. Na most a jelenlegi helyzetben a két ház vélhetően nagyon szoros küzdelemben alakította ki, vagy alakítja még mindig ki a tagságát, tehát nem arról van szó, hogy egy nagyon nagy többség volna demokrata részről az alsóházban és fordítva a szenátusban, de elegendően vannak ahhoz, hogy leszavazzanak valamit, amit az elnök például jóvá akar hagyatni. Tehát itt majdnem minden ügyben ratifikálnia kell a szenátusnak például azt a döntést, amit az elnök elvben elfogad, és hogyha ez nem történik meg, akkor abból nem lesz törvény. A törvény útja az a képviselőházon és a szenátuson át vezet az elnökhöz. Három olvasatban tárgyalják a képviselőházban a törvényjavaslatokat, újabb három olvasatban tárgyalják a szenátusban a törvényjavaslatokat, és hogyha mind a hat menetben a javaslatok elfogadásnak találnak, akkor mehet ez át az elnökhöz, aki vagy aláírja, vagy nem írja alá azt, ami elé kerül. Tehát ez egy nagyon módszeresen kigondolt hatalmi struktúra, amely tulajdonképpen még a 18. században zömmel Montesquieu-től, a nagy francia filozófustól eredt, és ment át az amerikai alkotmányba. És ez az alkotmány, ez mozdulatlan 1787 óta, azt a 33 alkotmány kiegészítést nem tekintve most, amelyikkel hát modernizálták az alkotmánynak ezt a bizonyos 1787-es szövegét. De mindaz, amit az elnöknek csinálnia lehet és kell, mindaz, ami szabályozza a hatalmi ágak viszonyát, és mindaz, ami mentén működik az Egyesült Államok, az bizony egy 230 éves, vagy több mint 230 éves papíron lévő. Nem tudok én legalábbis, lehet, hogy ez az én hibám, de nem tudok még egy papírra leírt alkotmányról más országban, amelyik változatlanul szolgálná annak az országnak a társadalmát. Ehhez végsőkig ragaszkodnak. Ez fogja az elnököt is lemondatni január 20-án, mert a mandátuma addig tart. Akár szereti a Biden-féle tömeget, akár nem, akár elfogadja azokat a számokat, amelyeket most majd kihoznak, hogy rá ennyien szavaztak a Bidenre, meg annyian. Ez egy korábbi kérdése volt szerkesztő úrnak. Nem érdekes, hogy elfogadja vagy nem fogadja el, mert január 20-án véget ér a dal. Nos, akkor beszéljünk a jövőről. Az eljövendő Biden adminisztráció alatt várhatóan ön szerint hogyan alakulnak majd a transatlanti kapcsolatok, hogyan alakul majd az Európai Unióhoz és egyes európai országokhoz, a NATO-hoz és a különféle nemzetközi szerződésekhez, rendszerekhez való viszonyok, amely ilyeket, hát finoman szólva is Donald Trump hát lábbal taposott az elmúlt 4 évben, tehát a NATO-t szinte teljesen figyelmen kívül hagyta, kilépett egy csomó nemzetközi szerződésből, nem csak a párizsi klímakonferenciára vagy klímaszerződésre gondolok itt, hanem az iráni atomszerződésből és még egy csomó másból, egyoldalúan kilépett, nem törődve, nem foglalkozva azzal, hogy a többi tag, aki szintén aláírta ezeket a nemzetközi szerződéseket, milyen hátrány szenved el ettől. És hát az Európai Unióval is ugye eléggé rossz viszonyt ápolt az Egyesült Államok az elmúlt 4 évben. Hogyan változik ez feltehetően, várhatóan a következő 4 éves ciklusban?
A két elnök jelölt, ha szabad most őket így nevezni, mert az egyik az már úton van az elnökség felé, a másik pedig úton van az elnökségének a végéhez, de mégiscsak e pillanatban hivatalból elnök jelöltek mind a ketten. Nagyon eltérő politikai múlttal rendelkeznek. Trump úgy szólva semmilyen politikai múlttal nem rendelkezik, nem töltött be politikai funkciót, ő egy üzletember, aki elsősorban a Trump tornyokról lett híressé, ezek tulajdonképpen szállodák, luxus szállodák, hatalmas tornyok, amelyekben pompás lakosztályok vannak, és wellness szolgáltatások vannak. Ez tényleg fantasztikus eredmény, és le a kalappal a szálloda tulajdonos Trump előtt. Aki azonban nem rendelkezett, és most sem rendelkezik avval a politikai felkészültséggel, amely alkalmassá tette volna őt az elnöki tisztségre. Ez az igazság. A Biden az kétszer volt már alelnök, ez a legutóbbi tisztsége. A Biden volt elnök jelölt is. A Biden volt szenátor. A Biden végig járta ezt az egész utat, amitől az előbb röviden már megemlékeztem, tehát az amerikai politika zegzugos útjait. Nagyon pontosan ismeri, hogy hogyan működik az ország politikája, és ezért én azt gondolom, hogy azt lehet várni tőle, hogy jobban működteti majd ezt az országot, mint az elődje. De mégiscsak meg kell mondanom, hogy én ugye nem nagyon szeretem a Trumpot, és nem hiszek abban, hogy jó elnök volt, de azt meg kell mondani, hogy valamilyen mértékben fölmérte az ország lehetőségeit, és ennek megfelelően az ország teherbíró képességét. És ennek megfelelően tett bizonyos lépéseket. Mondok egy példát arra konkrétan válaszolva, amit szerkesztőről kérdezett, a NATO. Ugye, tehát a NATO-t az 1949-ben, a II. Világháború után abból okulva hozta létre egyrészt az Egyesült Államok, másrészt Nyugat-Európa, és ez egy katonai ütőerő volt, és van most is amerikai zömmel amerikai kézben. A NATO költségvetésének a 70%-át vállalta magára az Egyesült Államok, mert amikor ez megalakult, akkor jött Amerika fénykora, és rengeteg hatalmas vagyon kumulálódott az országban, és nagyon jól ment a gazdaság, és Amerika félt a Szovjetuniótól, és úgy gondolta, hogy érdemes pénzt fektetni egy szovjetellenes katonai tömb fölépítésébe. Ez a NATO. Az, hogy ez most is még 2020-ban, vagy 2017-től kezdve, amikor a mostani elnök ezt kézbe vette, hogy ezt még mindig érdemese, ezt a rengeteg pénzt ebbe beletenni, ez egy nagyon nehéz kérdés, és ugye részben az amerikai szegénységről is beszéltünk korábban, az amerikai szegénységen is lehetne nagyon sokat segíteni, hogyha ezt a 70%-nyi gigantikus összeget nem fektetnék a NATO-ba. Ezért próbált, és itt jön a válasz arra, hogy az Európai Unióval milyen kapcsolat lehetséges. A NATO európai tagjaival, ez majdnem ugyanaz, nem teljesen, de majdnem ugyanaz a két dolog, az Európai Unió és a NATO európai tagsága. Az Európai Uniós NATO tagoktól azt kérte a Trump, és én ebben látok racionális magot, hogy legalább a adott ország GDP-nek a 2%-áig emeljék meg a résztvételi költségüket a NATO-ban. Magyarul, hogy finanszírozzák a saját védelmüket, és ne az Egyesült Államoktól, mint egy jó nagybácsitól várják azt, hogy baj esetén majd a segítségükre siet az amerikai hadsereg. Hozzá szeretném tenni, hogy az amerikai hadsereg még most is 150 országban van jelen. Ez nem azt jelenti, hogy hatalmas hadosztályokat működtet mindenhol. Ez azt jelenti, hogy valamilyen mértékben vagy a haderejét, vagy a specialistáit ott tartja Iraktól, Afganisztánon át Magyarországig. És ezek az emberek szintén pénzbe kerülnek. Hát ezeket valakinek, és a fegyverzet pénzbe kerül.
amelyen hát igyekeznek megfelelő szintű védelmet biztosítani ezeknek az országoknak, Angliától Németországig és Magyarországig, amelyik szintén tagja a NATO-nak, ugye? Tehát azt lehet gondolni, hogy ebben volt az igazságnak egy magva, ebben az üzletember Trump, az én véleményem szerint helyesen gondolkodott. Tehát összefoglalva ezt, én azt gondolom, hogy ő valószínűleg üzletembernek jó, ezt mutatja ez a paradox dolog, hogy a Forbes magazinnak a legjobb vagyonosai között is szerepeljen, ezért a saját vagyonát följebb srófolta, vagy azt úgy mutatta be, mint a még sokkal nagyobb vagyon, és azért, hogy ne kelljen adót fizetni, ugyanezért a vagyonért, az lejjebb srófolta, tehát inflálta és deflálta ezt az összeget, és a kettővel nagyon jól játszott. Ő azt hiszem, hogy egy született üzletember, aki nem biztos, hogy mindig okosan dönt, de mindig eredményesen döntött. Például egy ilyen nem sikerült, de nem rosszul kigondolt ötlete volt, hogy Moszkvában is csinál egy ilyen Trump tornyot, és a Vörös térnek a közvetlen közelségébe tervezte ezt el. 2013-ban már járt Moszkvába, és majdnem sikerült elérnie ő neki, mint egyszerű üzletembernek akkor, hogy Putyin fogadja, végül nem fogadta, csak küldött neki egy levelet, hogy mennyire sajnálja, hogy nincs rá ideje, amit valószínűleg azóta már megbánt, de minden esetre tény, hogy Buenos Aires-től, ha jól tudom, egész Moszkváig spásztázza a világot, hogy a saját tornyait hogyan építeti föl. Ez egy nagy családi vállalkozás, aki egy kicsit ismeri már ezt a fajta épületet, az New Yorkban találja meg a központot, ő ott is lakik, ha New Yorkban van, 3 emeletet foglal el az ottani Trump toronyból, a többit az kiadják, meg egyenféle módon hasznosítják, de a három emelet, és hagyd mondjam ezt, mint kicsit könnyítőleg a műsorhoz hozzá, hogy ez ilyen 14. Lajos-kori bútorzatokkal van berendezve, mert ő úgy gondolja magáról, hogy ő egy király. 2 évvel ezelőtt volt a New York Times-ban egy interjú egy volt inassával, aki még most is dolgozik neki, Mar-a-Lago-ban, ami Floridában az ő hatalmas kastélya, 118 szoba van ottan, és a inas elmondta, hogy ha megjön a Trump ebbe a kastélyba, akkor azt mondják egymásnak, ők a személyzet, hogy megjött a király. És hogyha elutazik, akkor azt mondják, hogy elutazott a király. És akkor ezt ő nem mondja ezeknek az embereknek, hogy kérem, én nem király vagyok, hanem egyszerűen megvettem ezt a kastélyszerű hatalmas épületet, és maradjunk a tényeknél, hanem ezt ő úgy hallgatólagosan elfogadja, hogy ő egy király. Ő azt hiszem, hogy lelkében egy király szeretett volna lenni, vagy az szeretne lenni, és az ő egész magatartása egy ilyen énközpontú, narcisztikus személyiség, aki megpróbálja a saját képére formálni az összes intézményt, az összes jelenséget, az összes társadalmi képletet, amivel találkozik. Minden legyen olyan, mint ő. Minden egy nagy Trump torony legyen. Na most ennek az időszaknak minden valószínűséggel vége lesz hamarosan. A jövőt illetően mi a véleménye professzor úrnak? A külvilág, a nagyvilág, a geopolitikai tér erő viszonyok hogyan fognak megváltozni? Mit fog érzékelni a világ, hogy az amerikai politika mely területén lesz leginkább érzékelhető, észlelhető változás, és milyen irányú? Én azt gondolom, hogy a Biden részben azért is, mert egy nagyon idős ember, tehát ő nem fog egy kísérletező fiatalembernek a lendületével nekivágni a világ átrendezéséhez. Én azt gondolom, hogy az őt befolyásoló filozófia az elsősorban Barack Obamától jön majd, akivel ő hát 8 évig együtt dolgozott, és minden héten együtt reggeliztek a Fehérházban,
és nagy mértékben befolyása alá került a még most is tulajdonképpen fiatal elnöknek, aki hát egy nagyon kitűnő és eredeti gondolkodó is. Tehát innen van az egyik befolyás, ami őt éri. A másik, ugye ő egy demokrata vonalon érvényesült az egész pályája során, tehát a demokrata pártnak a hagyományait, a nagy demokrata elnököknek a üzeneteit fogja azt hiszem megpróbálni továbbvinni. Ezek voltak elsősorban Roosevelt elnök, még az ő egész fiatal korában, ugye 45-ben halt meg. Ilyen volt Truman elnök, a hidegháborúnak a nagy bajnoka. Ilyen volt Kennedy 1960-tól 63-ig, és aztán viszonylag kevés sikeres demokrata elnökről lehet még beszélni. Carter elnök is nagyon, egy nagyon kitűnő ember, de hát nem volt nagyon sikeres az elnöksége, és azóta igazából hát a republikánusok kezében maradt a hatalom. Az én nézetem szerint ezt a demokrata tradíciót ezt ő folytatni fogja. Bőven van ott példa arra, hogy háborúban és békében mit kell csinálni, vagy mit lehet csinálni. És egyszer, mint én szerintem folytatni fogja a Trumpnak azt a politikáját, hogy kilépni onnan, ahol nem muszáj jelen lenni. Tehát én ebben látok egy racionális érvet, hogy mondjuk nagyon veszélyes a világra, hogyha az Egyesült Államok nem tagja valamelyik ENSZ szakosított szervnek, ahogy például az UNESCO-nak nem fizetett tagdíjat hosszú éveken keresztül, ez majdnem összeomlott az UNESCO. És ugyanez vonatkozik természetesen a Párizsi Klímaegyezményre, amelyben nem részt venni az a világgal szembeni gazság, hiszen az egész világ ráfizethet erre, hogyha az Amerika távol marad. És mégis azt gondolom, hogy van ebben egy szemernyi igazság, hogy Amerika ne mindenben vegyen részt, és ne mindenben fizessen tagdíjakat, hatalmas tagdíjakat egyébként. Ide tartozik az ENSZ, és annak szakosított szervei van, vagy 22, vagy talán még most már több is. És ilyen az összes nemzetközi egyezmény, a kétoldalú egyezmények végtelen sora, itt azt hiszem, hogy 1000 számra kell felülvizsgálni azokat az egyezményeket, amelyek tartandók, föntartandók, és amelyek nem feltétlenül tartandók föl. Én azt gondolom, hogy a Bidennak ez egy fontos feladata lesz, vagy neki magának, vagy az ő stábjának, hogy ezen végigmenjen, és megpróbálja az Egyesült Államoknak a pénzét a saját társadalmi-gazdasági problémáira fordítani, és nem mondjuk a ilyen-olyan országgal való csereegyezményre, vagy segítségnyújtásra, nagyon sok pénzmentes segítségnyújtásra, főleg a szovjet időkben, amikor ez politikailag nagyon hasznos volt. De nincs már Szovjetunió, és meg kell gondolnia az Egyesült Államoknak, hogy mire költ. Köszönöm szépen. Végül a rendelkezésünkre álló maradék néhány percben beszéljünk a magyar-amerikai kapcsolatokról. A Trump időszakban legalábbis a politikai diplomáciai kapcsolatok igen jók voltak a két ország között. Köszönhetően ez többek között, de talán elsősorban David Kornstein amerikai magyar nagykövetnek, illetve Magyarországra helyezett amerikai nagykövetnek, aki egészségügyi okokra hivatkozva novemberben lemondott, talán sejtette, hogy mi lesz az elnökválasztásoknak az eredménye. Mi várható a következő 4 évben a magyar diplomácia és az amerikai diplomácia között? Joe Biden többször eléggé negatív kontextusban beszélt nemzetközi fórumokon Magyarországról és a magyar politikáról. Ez túl sok jót nem vetít előre. Ami a nagykövetet illeti, nekem az föltűnt, hogy ő pont november 1-ével távozott főhelyéről, és tudtuk előre, hogy a választás november 3-án esedékes, tehát ő ezt nem akarta kivárni. Hogy ő azért nem akarta kivárni, mert tudta, hogy itt egy váltás jöhet, és nem akart volna egy demokrata elnökkel is együtt működni.
Ezt nem tudjuk, hát ez az ő titka marad, de az nem volt nagyon meggyőző, hogy a unokájával akar foglalkozni. Igen. Egyszerre csak, ő egy 82 éves ékszerkereskedő tulajdonképpen, és hát ez egy politikai megbízatás volt, de nem egy politikusnak ment a megbízatás. Hozzá szeretném tenni, hogy ő volt legalább a hatodik, ha jól számoltam, de lehet, hogy a hetedik olyan budapesti nagykövet, aki egy úgynevezett politikai kinevezett volt, tehát nem karrierdiplomata. A karrierdiplomata az azt jelenti, hogy a külügyminisztérium szolgálatában áll, onnan kapja a fizetését, és nagyvárosról nagyvárosra helyezik el, hol itt követ, hol ott nagykövet, és ez az ő életútja, ez a karrierdiplomata. A politikai diplomata az pedig avval büszkélkedett mindig, én magam is hallottam ilyet, hogy hát ő ugyan nem ért a diplomáciához, de ő föl tudja hívni telefonon az elnököt. Na most Budapesten szerencsére nincsen semmi olyasmi, ami miatt föl kéne hívni az elnököt, tehát ez az érvit elesik. Nekem ez nagyon tetszett, hogy ez egy olyan nagyon fontos dolog, hogy az elnökkel hát puszi pajtás. És az előző budapesti nagykövetek azok valóban az adott elnökkel mindig esetenként rokoni kapcsolatban is voltak. Például a Walker nagykövet az a Bush családdal, és még mondhatnám ezt majdnem végig. Úgyhogy ez egy ilyen jutalomjáték volt ezeknek a nagyköveteknek, akik természetes módon elhelyezkedtek a fogadó állam ölében, és jó kapcsolatokat igyekeztek kiépíteni a pillanati kormányokkal. Én nem azt mondom, hogy nem politizáltak ebben, de a nagykövet, a mostan eltávozott nagykövet se büszkélkedett nagyon sok politizálással, tulajdonképpen csak egyszer emelte föl egy kicsit a hangját, igazából mindig elfogadta azt, amit a kormány képviselt, vagy csinált. Ami a jövőt illeti, ez nagyon kiszámíthatatlan. Egyrészt magának, a nagykövetnek, egy kicsit azért mentem ebbe bele, hogy lássuk, hogy a újonnan kinevezendő nagykövet személyétől nagyon sok függ, hogyha ez egy Biden rokon, így vagy úgy, ezt kicsit képletesen mondom persze, mert nem feltétlenül egy közvetlen rokonról van szó, de valaki, aki hát a Bidennal valamilyen kapcsolat van, és azért kapja ezt a kérdést. Ez nagyon régi hagyománya van, már a 30-as években a Montgomery nagykövet, vagy akkor még csak követet, úgy azért nevezték ki, mert pénzt adott a Roosevelt adminisztrációnak, azt hiszem $5000 akkor, ami akkor, ahogy mondják, nagy pénz volt, és ezért ennek elismeréseképp kapott egy követi helyet valahol Európában egyébként, nem feltétlenül Budapesten, de ő aztán Budapestre került. Ez nagyon jellemző a mai napig is, hogy aki támogatja az elnök kampányát, és biztos vagyok benne, hogy a Biden kampányt támogató ilyen üzletemberek mondjuk, vagy vállalkozók is számíthatnak arra, hogy követi, vagy Magyarország vonatkozásban nagyköveti megbízást kapnak. Hogy ez a megbízás kire esik, és ki az az ember, aki itt fog képviselni az Egyesült Államokat, az egy nehéz kérdés, és azért nem tudok igazán válaszolni, hogy milyen kapcsolata lesz a magyar kormánnyal, mert attól is függ, hogy ő milyen, és ő neki milyen kapcsolata van Biden-en, vagy lesz Biden elnökkel. Tehát itt van egy csomó kérdőjel. Az bizonyos, hogy az Egyesült Államoknak fenntartásai voltak és vannak a magyar politika bizonyos vonatkozásaival kapcsolatban, de a politika egy nagyon változó műfaj, ahogy Kossuth Lajos mondta, az exigenciák tudománya, mindig föl kell ismerni, hogy éppen mit lehet, vagy mit nem lehet csinálni, és el tudom képzelni, hogy a magyar kormány is más politikát fog folytatni, hiszen érdeke, hogy az Egyesült Államokkal jó kapcsolata legyen, az Egyesült Államok az egyik nagy befektető Magyarországon, az Egyesült Államokkal együtt vagyunk a NATO-ban, az Egyesült Államoknak számtalan vállalata működik Magyarországon, ezeket az AmCham, az American-Hungarian Chamber of Commerce fogja össze,
Tehát ez nem úgy van, hogy van egy magányos nagykövet, meg egy magányos állam, és akkor azok vagy szeretik egymást, vagy nem, hanem képviselniük kell az érdekeiket. Ez egy érdekkapcsolat minden esetben. És én csak remélni tudom, hogy ezek az érdekek közelednek egymáshoz, esetleg egybe is esnek, és a magyar érdekek között ott van az a nagyon sok magyar kiváló ember, aki Amerikában él, legalább még mindig azt hiszem körülbelül 1 millióan vannak, így vagy úgy, és azokkal nagyon jó kapcsolatot kell fölépítenünk újra meg újra, hogy szeressék ezt az országot, és ha nyugdíjban mennek, akkor idejöjjenek letelepedni, és segítsék a fiatal kutatókat, hogyha azok kimennek Amerikába ösztöndíjjal, és így tovább, és így tovább. Tehát itt van egy ráutaltság. Igen. Lehet összehasonlítani Magyarországot az Egyesült Államokkal semmilyen tekintetben. Nem azt mondom, hogy függünk ettől a kapcsolattól, de bizonyos értelemben ki vagyunk szolgáltatva a geopolitikai tényeknek. Professzor úr, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nézőinktől is elbúcsúzunk. Az előző órában Frank Tibor akadémikus történészt, az ELTE amerikanisztika tanszékének professzor emeritusát hallhatták, illetve a beszélgetésünket az amerikai választásokról nézőinktől. Tehát elbúcsúzunk, további szép napot kívánunk. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor jelentkezik az Enigma. Várjuk Önöket ismét. A viszontlátásra!